Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispás labdarúgó bajnokság első és második vonalában egyaránt a hetedik forduló mérkőzéseit játszották le a héten. Most már nincs veretlen csapat az elitligában, hisz a Turullány kikapott, s a Sereghajtó Gallon Kft. Még mindig pont nélküli. Ez az eheti forduló rövid összegzése, kemény csatára lehetett számítani a vádogos fészeképítők találkozón. Lássuk a mérkőzést! A Városi Kispás bajnokság első osztályának hetedik fordulójában bádogos fészeképítők. A bádogos a nyolcadik, míg a fészeképítők 12. hat forduló után. A két együttes közötti pontkülönbség pedig 3 pont. Így, hogyha a fészek megnyeri a találkozót, akkor behozná a pályán lévő ellenfelét. Az első helyzet a bádogos előtt adódott, amely kék mezben, fekete nadrágban játszik, jobbról balra támad a képernyőn, még szokásos narancssárga szerelésben a fészek együttese. Őrsi Szilágyével alkozott egy lövésre, Zsidó hárította. Zsidai Attila fején pattant meg a labda, így bedobással következhet a fészeképítő. Szilágyi bedobása és Őrsi lába előtt suhan el a labda. Őrsi József egyébként vezeti a góllövő listát az első osztályban. Nyakas. Ág. Egy jó lövés és egy védés. Pálinkás Gábor tornázta ki a labdát. Szabó lőtt kapura. Szilágyi. Zsidej. Mausz Péter bedobása, Őrsi. Mausz menti még meg a vonal előtt, aztán levágódik lövése, ez pedig az oldalhálóban köt ki. A harmadik percben járunk 0-0, szöglethez jut a fészeképítők. Szilágyi élesen, keményen lőtte be a labdát, a bal kapufáról vágódott vissza a játéktéren kívülre. Skultéti. Ág. Jurászik. Szilágyi. Őrsi. És Zsidó kapus dobhatja ki. Nyakas nem tudta már középre tenni a labdát. Az előző fordulóban a bádogos 7-1-es győzelmet aratott a Gallon Kft. Ellen. Ami a bádogos idei második győzelmét jelentette. Ezen kívül egy döntetlent és 3 vereséget értek el, illetve számolnak a bádogos játékosai. Nauz, Szilágyi, Ág, Jurászik, Nauz elesik, Jurászik azonban pontatlan passza meghiúsítja a bádogos támadását. A fészeképítők a hatodik fordulóban vereséget szenvedett,
elszenvedte negyedik vereségét. 7-3-ra kaptak ki a Blue hétfőtől. Ezen kívül egy győzelmük és egy döntetlenjük van. Cooperest szétverték 4-1-re még a harmadik fordulóban. Lafont érte a labda, így játékvezetői feldobással folytatódhat a játék. Őrsi adja vissza, sportszerűen. A hatodik percben járunk, 0-0 a mérkőzés állása. Őrsi, Knauz, Szilágyi levágódik, Jurászik. Ebből fordulhat a kéknözes bádogos, Jurászik. Nyakas, Ág a kapu torkából fölé lőtte a labdát. Zsidó, Szabó, Nyakas a kapu előtt lőtt el keresztbe a labdát. Jurászik méltatlankodik, hogy ő bizony ott várta üresen. Már nem kapta a játékszert. Megállítják a játékot, hiszen két labda is a pályán volt egy azon időpontban. Szilágyi. Víger. Szilágyi. Kozár. Kozár Ferencről hagyta el a labda a játékteret. Bádogos bedobás, Ág. Víger emeli ki. Szabó kísérte ki a labdát az oldalvonalon kívülre. Ág. Skultéti. Nyakas. Szabó. Szilágyi lépett bele a lövésbe. Kozár. Őrsi felé szállt a labda. Kapura fordulhat vele. Elhalt a lövés. Ág. Víger előzte meg Szabót. Nyakas előtt pattant meg a labda. Kozár dobhat. Őrsi. Róla ment ki. Skultéti. Jurászik harcolt a labdáért Zsédei Attilával. Kozár. Pálinkás. Víger. Szilágyi. Jól hozzák ki a labdát a narancssárga mezesek, és Zsidónak kellett hárítania. Másodszor tudta csak birtokba venni a labdát. Az első gólszerzési lehetőség tehát a fészeképítők előtt. Szabó. Nyakas. De középre, ahol nem érkezett játékos társ. Ág. Jurászik. Könnyedén szerelte őt Zsédei. Szilágyi kísérte ki.
Víger. A 10. percben járunk. 0-0. Nyakas. Kozár lépett közbe. Nyakas dobhatja be. Víger fejeli le. Szilágyi. Víger kíséri a bal oldalon. Szilágyi lő és Zsidónak kellett hárítani a szöglet. Szilágyi szöglete. Őrsitől messze pattan. Csak kimondom. Szabó. Skultéti. Szabó vette át jól a labdát, és Pálinkás érkezett a kikapujából. Őrsi átszerelte. Szilágyi. Nyakas vele szemben. Víger. Szilágyi. Nem foghatja meg. Zsidókapus hozzáért a labdához, hazaadásolt. Így közvetett szabadrúgás. A kaputól mint egy fél méterre elvileg. De hát ki kell vinni a 6-os vonalra a labdát, és onnan lehet elvégezni a szabadrúgást. Érzésem szerint nincs meg a 3 méter a labda és a sorfal között. De hát ez már a fészek baja volt, hogy nem kérték ki. Jurászik bedobása. Nyakas lőtt a kapu mellé kapásból. 13. perc továbbra is. 0-0 a mérkőzés állása. Szilágyi. Víger viszi el. Jobbal teszi be középre. És Őrsi késett le róla. Jurászik csúsztatta meg fejjel. Szilágyi. Zsidó. Ág. Jurászik. Jurászik bedobása. Skultéti elől húzta vissza Őrsi. Aztán Terjánszki túlt szerel. Kozár. Szilágyi. Őrsi. Zsidó rúgta ki a labdát. Most nem fogta meg. Most azonban megfoghatta volna a bádogos hálóőre. Kozár. Spanner. Víger. Őrsi, aztán Spanner viszi tovább, elveszti a labdát. Ág. Ferenczkit futtatja. Hosszú volt a labda. Víger. Szilágyi. Víger. Szilágyi kapja. Ág szerzi meg a 6-os vonalon. Teránszki. Jurászik. Jól füzegetékes. Teránszki szerzi az első gólt a találkozón,
A Bádogos tehát 1-0-ra vezet a 15. percben, a gólszerző pedig Teránszki Tóth Péter. Viger. Kozár. Egy kapáslövés nem sokkal került el a kaput. Az iram nem valami fergeteges a találkozón. Helyzetekben is szegényecske egyenlőre. Szilágyi ágszerelt. Viger. Egy-egy. Viger bedobását követően Szilágyi volt a szemfüles, aki betört a hatoson belőre, és a kaputól mintegy 2 méterről lőtt a hálóba, Zsidó kapus mellett. Egy perccel tehát a Bádogos vezető gólja után már is egyenlít a fészeképítők. Teránszki jól fordult a őrzőjéről. Teránszki 2-1. Na, most már azért potyognak a gólok. Másfél percen belül 3 gól születik. 2-1 a Bádogos javára. Épp az imént említettem, hogy helyzetekben szegényecske a találkozó, hát rögtön rám cáfoltak a játékosok. Egymás után lövik a gólokat. Ádl. Spanner. Spannerről ment ki a labda. Jurászik megy a labdáért. Terenszki. 3-1. 18. perc, 15. perc óta kotyognak a gólok. Teránszki Tóth Péter 3. találata, és ez a Bádogos 3-1-es vezetését eredményezi. Kirászik. Nauz. Skultéti. Ág. Nauz szerzi meg. Spanner. Zelei. Ág mellett megy el. Kapura tűzte a labdát, Zsidó hárított, Jurászik. A túloldalon érkezik Teránszki, hosszú volt neki a labda. A 19. percben járunk, 3-1-re a Bádogos vezet. Teránszki most hátul jeleskedik, visszaérkezett a védelembe, Jurászik. Kirúgás. Nauz. Szilágyi. Szabó állította meg. Viger. Mellé. Szöglettett a dologból azonban. Ketten is útját akarták állni Vigernek. Ez némiképp sikerült is. Szilágyi szöglete. Szabó.
Ág. Skultéti előre pontatlan volt. Szilágyi. Víger mellé. Zsidó kirúgása nem volt túl szerencsés. Mauz. Víger. Ág. Jurászik. Jó volt a csel. Víger nem hagyta élni Jurászikot. Őrsi. Skultéti vele szemben. Őrsi el tudja vinni a labdát, és Zsidó érkezik jókor. Víger. Szabót lövi hátba. Zelei. Jurászik végezhet el szabadrúgást. Jurászik lövi rá, és Pálinkás kapus lábai között vágódik a labda a fészek kapujába. 4-1 immár. A 22. percben járunk, tehát 3 perc van hátra az első játék részből. És a Bádogos immár fölényesen vezet. Ág. Vékány. Knauz érkezett jókor. Szögletre mentett. Spanner György szelidíti meg a labdát, aztán Terejánszki próbálta szerelni. Kiharcolt egy bedobást. Skultéti. Vékány. Őrsi. Knauz. Szabó. Vékány. Szabónak tovább egy picit rövid. Terejánszki gól. 5-1. Szép gól volt, egy szép támadás végén egyérintőztek a Bádogos játékosai, és Terenszki Tóth Péter negyedik góljával szerzi a Bádogos ötödik találatát. 23. perc, Bádogos fészek, 5-1. Spanner. Víger. Víger bedobása. Zsidó lépett ki a kapujából jókor. Dékány. Terenszki. Ez most Pálinkás sarkáról perdült tovább. Marad az 5-1. Zelei. Skultétiben akad el. Spanner. Terenszki. Rántja magával a földre. Víger. Terenszki Tóthról vágódott le. Alig több mint egy perc van hátra az első fél időből. Knauz. Vékány. Ág. Nem értették meg egymást a kétmezes játékosok. Aztán Őrsiről hagyja el a labda a játékteret. Skultéti. Dékány. Zelei. Víger. Majd Knauz a labda útja. Spanner. Zelei. Skultétiről.
Rágódik lesz szöglet. Zelei szöglete. A rendes játékidő már lejárt. És most van vége az első félidőnek. Tehát a Bádogos 5-1 arányban vezet a fészeképítők ellen 25 percnyi játék után. Megkezdődik a második félidő. 5-1-es Bádogos vezetés. A Bádogos együttesében Terjánszki Tóth Péter viszi a prímet. Négyszer talált a hálóba. Ő is a Bodajk MB2-es labdarúgó csapat játékosa. És ő úgy lehet itt a pályán, hogy ugye a Bodajknál vége az őszi fordulóknak, az őszi idénynek. Vezetik csoportjukat. És a bajnoki szünetben átruccanak a kis pályára a játékosok zöme. Közeljük tartozik Terjánszki Tóth Péter is. Spanner, Szilágyi, Őrsi, Ági szerelte. Őrsi tartja még a labdát, aztán Víker lövi el, Szaborról vágódik le. Víger, de középre. Szilágyi szöglete, középen elesik egy fészeképítők játékos, Víger. Aztán, ha jól láttam, kapott egy rúgást nyakastól. Most már minden rendben van, Víger talpon. És következhet lassan a szöglet. A játékvezetők nem látták szabálytalannak az esetet. Szilágyi, Víger mellé. Ág. Szabó. Víger. Szilágyi a kapufát találja el. Szilágyi Attila a fészeképítők legaktívabb játékosa eddig. Egy gól és két kapufa a mérlege a találkozón. Ág, Szabó, Spanner György állítaná meg. Szabó volt szabálytalan. Víger, Szilágyi, Őrsi. Őrsi lövi el, jobb lábbal Zsidó, lábbal, majd ököllel hárít. Szilágyi. Galambot talpalta le Víger. Skultéti. Nyakas, Galamb, Skultéti vissza. Őrsi bedobása. Zsédej. Skultéti fülelte le az átadást. A lelátóról kerül vissza a labda. Víger, Szilágyi kapáslövés, jobbal a kapu mellé. Az 5. perc a második félidőben, 5-1-es Bádogos vezetés.
Víger. Szilágyi. Őrsi, nagy gól! Őrsi József ezen a mérkőzésen is betalál, tehát 5-2-re alakítja az eredményt. Jobbal félfordulásból lőtt kapura, és a bal kapufáról vágódott a labda a válogos hálójába. A második félidő 5. percében, tehát 5-1. Elnézést, rosszul mondtam az eredményt. Skultéti távolról vállalkozott lövésre saját térfeléről. A labda azonban elkerülte a kaput. Szilágyi. Ág. Spanner, Szilágyi, jól vette át a labdát, aztán Skultéti szerel. Őrsi, ismét lefordult őrzőjéről Őrsi, és most bal lábbal volt eredményes, 5-3 már. Másfél perccel az előbbi gól után felzárkózásnak indul a fészekívítők. Nyakas, Víger állítja meg szabálytalanul. Szabadrúgása. Ott a lehetőség, és ki is használja a Galamb. A levágódó labdát egy kékmezes szerezte meg. Galamb, aki az üres kapu közepébe továbbítja a labdát. 6-3. A második félidőben is folytatják azt a tendenciát a csapatok, amelyet elkezdtek az első játék részben. Sorozatosan lövik a gólokat. A 33. percben járunk, és már 6-3 az eredmény. Pálinkás jött ki a kapujából. Sterenszki tódot ítélte szabálytalanak a játékvezető. Kifelé jár a szabadrúgás. Víger. Szilágyi. Újabb szabadrúgás. Szilágyi végezte el. Spanner. Messze a kapu fölé. Ág. Zsidó. Skultéti. Vissza a kapusnak. Aki előre vágja, Terenszki. Jól csúsztatja meg fejjel. Galamb. Kirúgás. Víger. Őrsi. Szilágyi sarokkal. Szabálytalan volt a bedobás. Vonalra lépett. Skultéti. Ágot futtatta. Nem ért el a labdát Ág Csaba. Szilágyi. Őrsi. Egy picit messze pattant tőle a labda, éppen annyira, hogy még odaért Skultéti, és szerelni tudta a fészeképítő gól erős játékosát. Szilágyi szöglete. Ágról vágódik le.
szabadrúgása narancsmezesek javára. Második félidő, 10. perce, 6-3-as Bádrós vezetés. A labda mögött ismét Szilágyi, Viger, Skultétiről vágódik le, aztán Terjánszki tót emeli ki, és ebből indulhatnak hárman kapuval szemben Terjánszki, hibázik ám, nyakas már nem, 7-3. A 46. percben ismét 4 gólosra állítja vissza előnyét a Bádogos. A gólszerző nyakas. Galamb nyakasnak próbálta visszapasszolni a labdát. Pálinkás, Viger, Skultéti lépett ki, Galamb, elgurult a kapu előtt, nem volt veszélytelen. Terjánszki tót szöglete, Skultéti, mellé. Őrsélődt a kapu fölé. 37. percben járunk. 7-3-as Bádogos vezetés. Zsidó kirúgása, Terjánszki fejelte le Galambnak. Nyakast szerelték, Őrsi, Szilágyi, Spanner kapja. Ág tereli. Spanner könnyedén elveszi a labdát, majd Ág fellöki őt. Szabadrúgás tehát befelé, a fészeképítők javára. Szilágyi érkezik elvégezni a pontrúgást. Szép játék! Ismét pontrúgás. Szilágyi passzolt a Viger felé a labdát, aki laposan a kapuk közepébe gurított. 7-4. Harmincnyolcadik perc. 7-4-es Bádogos vezetés. A gólok számára nem lehet panaszunk, én úgy érzem. Szilágyi szöglete. Aztán Szilágyi bedobása. Terjánszki tót fejelte ki. Nyakas. Kozár érkezett vissza jókor. Nyakas szöglete. Terjánszki tót. Viger húzta el a lábát, nem az első szabálytalansága volt a fészeképítők 10-es számú játékosának. Skultéti kérte a 3 métert, Terjánszki tót, Szilágyi, Viger. Viger kapja vissza. Nyakas. Ismét Viger volt szabálytalan. És most már meg is kapja a 2 perces kiállítását. Majd már valljuk meg, érett a játékosnak, Viger Istvánnak. Második félidő 15. perce. Emberelőnyben tehát 2 percig a Bádogos. Mit tud kezdeni az emberforral a kékmezes együttes, ez most a kérdés. Terjánszki tudott majd, hogy nem ki is használta az emberelőnyt, ám a kapu előtt keresztbe pattogott el a labda. Szilágyi,
Szilágyi tartotta a labdát a kapu előterében, és ez volt a hibája a fészek csapatának. Növeli előnyét. A Bádogos 8-3, 8-4 ezzel már elnézést. A gólszerző pedig Nyakas. Kozár. Galamb támadja. Spanner. Nyakas lökt el. Ág vissza egyből. Kozár. Őrsi, mellel veszi át a labdát, aztán megpróbált bemutatni egy esernyőcselt, Sultéti azonban résen volt. Szilágyi dobja be ismét a labdát, Őrsi, Szilágyi kapná vissza, Terejánszki tót szerelte, és 3-1 ellen. Terejánszki nagy volt akart lőni most a bal felsőbe, elkerülte a kaput azonban a labda. Marad a 8-4. Szilágyi. Zelei. Ág csúszott be és szerelt. Galamb dobhat. Ágnak hagyja ott a labdát. Skultéti. Szilágyi. Fészek kapja vissza a labdát, nem volt szabályos Ág bedobása. Második félidő 18. perce, 8-4-es Bádogos vezetés. Egyenlőre úgy tűnik tehát, hogy az előző fordulóban gólzáporos győzelmet Marató Bádogos ezen a héten is diadalt arat. Mégpedig újfent sok lőtt góllal. Szilágyi. Bár természetesen még nincs vége a találkozónak, hiszen több mint 6 perc van hátra. Galamb. Hát a túloldalra Skultéti. Aztán Terejánszki, Tóth és Szilágyit lövi fejbe. Szöglet. Kozár emelte ki. Zele is sprintelhet érte. Nem érte utol. Zsidó kidobása, Vékány. Nyakas. Ág. Újabb bedobás a kékeknek. Terejánszki Tóth. Vékány. Terejánszki Tóth ismét, Kozárt csapta be egy csellel. Vékány. Nyakas a kapu mellé. Knauz. Szilágyi.
Knauz fejjel tovább. Skultéti. Vékány. Jól tartja a labdát. Ág. Egészen hátra a bádogos portásáig. A 46. perc, 8-4-es bádogos vezetés. Zsidó kirúgása Teránszki út felé. Dékány. Teránszki tót pálinkás hárít. Szilágyi. Jól tartja a labdát, Skultétinek teszi tovább. Szilágyi kapja, aztán Knauz késik le a passzról. Zsidó. Skultéti. Teránszki tót. Még mindig ő. Töglet. Knauz lábáról hagyta el a labda a játékteret, Dékány, Teránszki tót pálinkás sárít. Szilágyi. Knauz. Az elején nem tudta lekezelni a labdát. Elsuhant előtte. Dékány. A hátra lévő idő 3 perc. 4 gól a bánogos előnye. Spanner Skultéti szerelte. Kozár. Nyakas érkezett hátulról. Kozár dobhatja be a labdát. Szilágyi. Spanner egyedül. Kisodródott már nagyon. Ezért csak a kapu mellé tudott lőni. Zsidó kirúgása, Teránszki tót teszi le. Knauz mentett szögletre. Bedobás lett végül Sodorokból. Nem szöglet. Dékány bedobása, pálinkás hárít másodszor. Vette birtokba, de másodszorra kaparintotta meg a labdát. Pálinkás gurítja ki Szilágyinak, Dékányt forgatja meg, aztán nyakast hagyja ott, végül hozzáremel a kapu előtt el keresztbe. Skultéti. Dékány. Ág. Óriási gól. Ág Csaba bal lába sült el a kaputól mintegy 15 méterre. És a bal felső sarokban kötött ki a labda. Tehát a 40, illetve az 50. percben 9-4 az eredmény a bádogos javára. Utolsó percben járunk tehát a mérkőzésen. Kozár lőtt még el egy távoli bombát, ami messze elkerülte a bádogos kapuját. Végül a bádogos beállítja a két együttes közötti legnagyobb különbséget a találkozón, ami szám szerint 5 gól. Zelei, Zsidó hárított, és őrizte ezzel
a különbséget a két csapat között. Letelt a rendes játékidő, Skultéti hozza még ki. Terenászkitót, Dékány, és fordul a fészek. Terenászkitót érkezik szabálytalanul. Knauz a kapu mellé, és ez volt az utolsó momentuma a találkozónak, tehát a Bádogos 9-4-es győzelmével továbbra is a középmezőnyben marad, még a fészeképítők marad a hátsó régióban megszerzett 4 pontjával, tehát a végeredmény Bádogos fészeképítők 9-4. A hetedik fordulóban 3 pályaválasztó és 4 úgymond vendéggyőzelem született. Következzenek hát az összefoglalók. Egy előrehozott mérkőzésen még szeptember 14-én csatázott a Klub Veca és az újonc Cooper SC. Nagy harc folyt a pályán, fej-fej mellett haladtak a csapatok, s némi meglepetésre a Cooper diadalmaskodott. A végeredmény 5-4 az újonc együttes javára. A 9. helyezett Süni és barátai a 13. Korallal találkozott. Változatos mérkőzést vívott a két együttes. A Süni a legutóbbi fordulóban nagy csatát vívott a Mercurius-tal és diadalmaskodott, így kellő önbizalommal léptek pályára a második vonal bajnok ellen. Mivel a Korallnak égetően szüksége volt a pontokra, így nagy alánnal küzdött. Ennek meg is lett az eredménye, 4-3-ra nyert a Korall. A veretlen Blue hétfő a 6. helyezett ám az élmezőnyt ostromló Fedél Kft-vel csapott össze. A mérkőzés elején elhúzott a Fedél, ám az idén megerősödött hétfő 1-4-nél sem adta fel, és felzárkózott. A Blue hétfő mindent megtett az egyenlítésért, kitámadott, s a felszabadult területeket jól használta ki a Fedél, s tovább növelte előnyét. A végeredmény 6-3 a Fedél Kft javára. Rúgtunk 3 gólt, kaptunk 6-ot, a 100 meccsen kaptuk a legtöbbet. Nem sikerült nyerni, majd következő meccsen próbálunk javítani és ott maradni az élmezőnyben. Visszavetheti a csapatot ez a vereség? Nem hiszem, hát minden játékban benne van, egy csapatnak vesztenie kell, másik meg nyer. El kell fogadni a vereséget is, mint a győzelmet. Ezután is megisztük a sört. Milyen megszakítani egy másik csapat veretlenségi sorozatát? Hát az érzés az jó. Készültünk, komolyan akartuk venni a meccset, és hát szerencsére az első perctől fogva odaálltunk, és hát megpróbáltunk győzni, sikerült. A Bombombolt C+C rangadónak is beillő találkozót a kékmezes pályaválasztó kezdte jobban. A bajnoki címvédő hiába birtokolta többet a labdát az első félidőben, a kapura nem volt igazán veszélyes. A játékrész derekán a Bombon szerzett vezetést. Fordulás után a Bombombolt fokozatosan átvette az irányítást, olykor kontrából, olykor pedig a felállt védelmet kijátszva növelte előnyét. Ekkor már a C+C ritkán lépte át a felezővonalat, de amikor erre sor került, rendre veszélyeztették az ellenkapuját. Egy szabadrugásból szépítettek is a bordómezesek, ám ennél többre nem futotta erejükből. A meccset végül 6-1-re nyerte a Bombombolt. Túl sok esélyt nem adtatok a bajnoknak. Kijött a lépés. Egyszerűen csak ennyi? Igen, igen. Most mindenki ott volt, ahol kellett, nem szaladgáltunk el. Azt hiszem, hogy a játékkép alapján, tehát tényleg, ha nem is ennyivel, de jobbak voltunk. Mi lehetett a probléma a mai mérkőzésen? Hát, hogy a Cseko el van tiltva, az nagy. Nem, kevesen vagyunk, az a helyzet, meg volt 3 hét szünet, és nem játszottunk. És nálunk az a helyzet, elég idős már csapat, úgyhogy ha mi egy héten nem tudunk mozogni egyszer, az már meglátszik a játékunk, úgyhogy most nagyon nem voltunk gyógyulva. Meg az ellenfél jobb volt. És az a helyzet, hogy ők találtak az első gólt, és nekünk akkor jó a játék, hogyha mi rúgunk egy volt az elején, mi vezetünk 1-0, és akkor vissza tudunk állni, akkor tudunk valamennyit kontrázni. Mi ebben a futó sohanós játékban már sajnos nem tudunk partnerek lenni egy ilyen csapatnak. A Széphő Szeder Gallon Kft. Találkozón kapus hián egy mezőnyjátékos állt a Gallon kapujába. Nem voltak sokáig gól nélkül a csapatok. A fehérmezes Széphő már az első percekben vezetést szerzett. A korán kapott gól után a sereghajtó nem zuhant össze. Kiegyenített játék folyt a pályán, s az iramra sem lehetett panasz. A zebramezesek egyenlítettek, majd a Szeder ismét előnyre tett szert. Sőt, emberhátrányból is eredményes volt a tabella 11. helyén tanyázó együttes. Fordulás után is a Széphő irányította a játékot, s 5-1-es biztos vezetésük tudatában kiengedtek a fűtőháziak. Ekkor a Gallon felzárkózott, de egy percig sem veszélyeztette ellenfele győzelmét. A végeredmény 7-3 a Széphő Szeder javára. Meglehetősen sima mérkőzésnek bizonyult, erre számítottatok? Hát számítottunk. Eleinte nem is annyira a jelzések miatt, de aztán szerintem egy kicsit elbíztuk magunkat.
ezt itt a végén megint egy kicsit elszálltunk, hogy megy a játék, de a végére szerencsére újból beindult a szekér. Sajnos két kapusunk van, de pont egy időben mindegyik dolgozik, és egyik sem ért rá. Azt hiszem, ez már az elején már azért meghatározta azt, hogy hát lényegesen gyengében játszottunk. Kapuson azért sok múlik. Meg voltál elégedve az ideiglenes állóőrrel? Azért? Hát azt hiszem, hogy amit megtehetett, azt megtette. Igazából, hát ő nem kapus mezőnyjátékos, de ami tőle telhető volt, azt megtett mindent. A Turul új szerelésben a Mercurius új csapattal kezdte a találkozót. Az MB2-es Bodaik nagypályásaival acélosodott Mercurius már a mérkőzés elején aktívabbnak, erőszakosabbnak és eredményesebbnek bizonyult. Az eddig kitűnő játékot produkáló Turul láthatóan csak szenvedett a pályán, nem találta az ellenszerét a minden csapatrészben jobb Mercuriusnak. A félidőben 0-2 volt az eredmény, amit fordulás után még egy góllal toldott meg a Mercurius Turc, így a végeredmény 3-0 a piroskékek javára. Milyen újra a kispályán? Elég erős csapatotok állt össze. Kicsit fura volt a nagypálya után. Még nem volt időnk bemelegeni rendesen, de úgy néz ki, hogy a elkövetkező hetekben lesz rá módunk. Én az is, hogy a Bodaki különítmény nagy segítség most a Mercuriusnak, hiszen megtörtétek a Turul veretlenségi sorozatát. Hát kispályán bármi megtörténhet, itt nem számít, hogy mi nagypályán elég jól szerepelünk, úgyhogy bármi előfordulhat. Az is, hogy kikapunk következő héten, az is lehet, hogy zsinórban nyerjük a meccseket. Nem hozott szerencsét az új mez. Nem, sajnos, ez most minket is utolért a sérülés hullám, és ennyivel jobbak voltak, most megérdemeltünk értek. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy segítség a Mercurius számára a Bodaiki különítmény játéka. Igen, abszolút. Ez ide hozzá, ugye most a fél Bodaikot a Mercurius, hát idén jók lesznek, jövőre újra, remélem visszaeresztenek, és nem jönnek utol minket. Nézzük az első osztály eredményeit. Klubfeca Cooper SC 4-5, Sünni és barátai Koral 3-4, Blue Hétfő Fedél Kft. 3-6, Bombombolt C plusz V 6-1, Széphőszeder Galon Kft. 7-3, Turul Line Mercurius Tours 0-3, Bádogos Fészeképítők 9-4. A tabellát a Turul Line vezeti 18 ponttal, második a Bombombolt 16-tal és harmadik a Blue Hétfő szintén 16 ponttal. Negyedik a Klubfeca 15-tel, ötödik a Fedél Kft., hatodik a Mercurius Tours, hetedik a C plusz V, nyolcadik a Bádogos, kilencedik a Széphőszeder, tizedik a Koral. A kieső jelöltek jelenállás szerint 11. a Sünni és barátai 7 ponttal, 12. a Cooper SC 6 ponttal, 13. a Fészeképítők 4-jel és 14. a Gallon Kft., aki eddig 0 pontot gyűjtött. A másodosztályban, vagyis az 1B-ben a 7. fordulóban a következő eredmények születtek. Zöldker 96 Kft. Shellgáz 4-2, Deckebauer-ese MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. 2-6, Vízmű VT Transman Poyák BT 1-4, Truck Trailer SC Ságépítő RT 2-2, Hungária Taxi Lánkászköfém 2 3-2, Fevita Maratonsport 3-8, Fehérvár Horgászbolt Mástészta 3-4. A tabellát a még veretlen MÁV Gépészet vezeti 24 ponttal, második a Maratonsport 15-tel és harmadik a Fevita szintén 15 ponttal. Negyedik a Deckebau, ötödik a Truck Trailer, hatodik a Poyák, hetedik a Vízmű VT Transman, nyolcadik a Hungária Taxi, kilencedik a Zöldker, tizedik a Ságépítő, és 11. a Fehérvár Horgászbolt, 12. a Lánkászköfém, 13. a Mástészta, és 14. a Shellgáz 0 ponttal. Kedves nézőink, ennyi volt már a kispálya. Jövő héten a 8. fordulóból a C plusz V Blue Hétfő összecsapást közvetítjük. Aki pedig a helyszínen szeretné megtekinteni a mérkőzéseket, megteheti kedden és csütörtökön 7:30-tól a köfém, és kedden 8 órától a VOK sportcsarnokában. Én köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is, a viszontlátásra!